Nekem az a probléma például, hogy a hátsó hangszóróknak az érintkezői, azok szimplán az autó rászkódásától már lejönnek, így oda kéne kb. Forrasztani. Nem, neked nincs ilyen probléma? Itt van. Nem, meg az alléba azt szeretem, hogyha veszel mozi egyet, akkor a parkolást lenullázod. És ők ezt honnan tudják? Mit? Hát, hogy vettél mozi egyet. 1, 2, 3, 4, pam, 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 pam. Aki, mint valami gettó. Kicsoda? Wolverine. Ne, hol? Hát, mint hogy ha rámenne a fogára az adamantium. Miért nem ment rá a fogára? Ne, ez az. Ne, ez a fogkör tisztítója. Jeleményjáték, olvassátok le innen Dani pinkódját. Dani, old meg, hogy ne látszódjon, hogy nehezebb legyen. A Hobbit című film. Hamarosan következik. Így nagyszerű. Van, mi először Dani véleményét halljuk. Mi a véleményed a gyűrűk uráról, Kusosz? Ez ennyi? Szavakkal nem tudod kifejezni? Nem lettem több azzal, hogy megnéztem őket. Összes gyűrűk urát, a Hobbit filmet. Nyaljál meg. Kérlek, menj meg ezt a mai epizódot. Nem, a Hobbit tényleg nagyon jó film. És jó lesz a kettő is. Rakassza. Nem jó. Amit jó. Nem jó. Dani egy filmkritikus, és a jövőbe lát. Tudja, igen, hogy szar lesz. Igen, persze. Ugyanúgy jó volt az 1-2-3, a trilógia, a sima. És most ez a Hobbit, ez nagyon jó lesz. Ez hiszed, hogy összem, hogy valaha mágus hozzá? Szerinted a Kisztének milyen mágus karakter állna jól? Fejvadász. Miért fejvadász? Egy fekete fejvadász. Hát, mert tudom, hogy a Kisztének a mit, tehát, hogy mit én sziteket szereti. Szóval őt így tudom elképzelni, egy ilyen sötét fejvadásznak. Én egy nagy kövér boszorkánymesternek tudnám elképzelni. Nem, pedig nekem, tehát az összes ilyen masszív multiplayer gémet, amit én játszok, ott átlag a varázslókat szeretem. Hát nem ez az assassinizé. Hát akkor... Ha, de ki kérdezte azt, hogy a Kiste milyen karaktereket szeret a mágusba? Én azt kérdeztem, hogy milyen karakter állna jól neki a mágusba. Dani. Ebben kereskedünk. Mert? Nyaljál meg. Hát mert ilyen kis... Mert hogy szereti a négereket, és ez egy ilyen analógia, hogy most visszaadja a Inevnek azt, amit a fekákkal csináltak 400 évben. Mert ember kereskedő feje van. Nem lehet benne megbízni. Ránézel és azt mondod, hogy nem bízom ebben a gyerekben. És azért nem jársz, mert rájöttél, hogy nem lehet tündérrel lenni. Nem, nincs időmre. És nem lehet tündérrel lenni. Ki nem szarja le a tündéreket?